Magának itt kinek tetszik lenni? Kérem, itt én Lauritzenné vagyok. Milyen Lauritzenné? Özvegy. De keresztneve is volt régen. Lilem úr. Lilem úr. Az egy név. Igen. Jó, ebben nem fogok belemenni, ahhoz késő van. Hát akkor én Magi vagyok, és szervusz, ha megengeded, mert látjuk, hogy te vagy az idősebb. Új szobatársat kap Maggi, az idős otthon alfanősténye. Lilmore egy úri hölgy, akivel nem csak személyiségük, de társadalmi hátterük is meglehetősen különböző. A Maggi és Lilmore című vígjáték elragadó történet arról, hogy mit sem érnek az ellentétek. Az ember akármit is tesz, valójában társas lény, mert hiába érsz bármit, ha nincs kivel megosztanod. A megható és mulatságos komédiát Rák Zoltán, a Móri Zsigmond Színház színművésze rendezi. Ez egy norvég darab egyébként, és abszolút maira lehet, sőt, hát abszolút mai színdarab, kortárs, és szerintem, mivel az emberi viszonyok tulajdonképpen soha nem változnak, a görögöktől kezdve mindenki ugyanúgy szerelmes, vagy ugyanúgy szereti a szüleit, vagy ugyanúgy tud gyűlölni, mint annak idején, ezért ez mindig egy örök érvényi dolog lesz, ami engem tulajdonképpen jobban hozzáköt, hogy édesanyám is idősek otthonában dolgozik, szóval még érzékenyebben érint a darab, vagy tulajdonképpen engem jobban megszólít talán. A darab olvasó próbái ma kezdődtek. A bájosan csetlő botló idős hölgyek szerepében Szabó Mártát és Pregicer Fruzsinát láthatja majd a közönség. Nagyon szerencsés vagyok, ugyanis kaptam két csodálatos színésznőt, akik mindketten Jászai Mari díjasok többek között, és emiatt, mivel a darab is nagyon érzékeny, ezért meg tudjuk fogni szerintem a színészileg érzékenyen a színdarabot, és nem is annyira rendezést látom, bár vannak érdekes koncepcióim, de nem is azt látom ennél a darabnál a legfontosabbnak, hanem azt, hogy ők hogy tudják építeni egymást közben. A Magi és Lilmore című vígjátékot június 2-án mutatják be a Nyíregyházi Szimbád rendezvényteremben.